Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Vír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával. Gajdics Ottóval. Jó napot kívánok, ez itt a Palaver, a mai műsorvezető Gajdics Ottó. Szokásunkhoz híven nézzük meg, hogyan áll a szavazás legelsőként. A kérdés ugye az volt, telepítene ön a közeljövőben napelemet a házára. 21% válaszolt igennel, 79% nemmel, ami a mostani bizonytalan helyzetben valamennyire érthető, viszont szeretném mindazokat megnyugtatni, akik elbizonytalanodtak a kérdésben, hogy nincs még leütve a történet, jelen pillanatban is lázasan számolnak a minisztériumban, hogyan vegyék figyelembe Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetőjének kérését, miszerint ne teljesítsük Brüsszel idióta kérését olyan esetben, mint ez a mostani is, amikor kárt okoznánk vele a magyar választópolgárnak. Úgyhogy a szavazás ilyen állása, hát ha megváltozik ezáltal, amit én most mondtam. No, a szavazás SMS száma pedig 0630-34-44-690, várjuk tehát, hogy aktivizálják magukat. Elmondom gyorsan azt is, hogy milyen témákban várom az önök véleményét. Ugye azt állította Oleksij Danilov, az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács vezetője, hogy a harmadik világháború elkezdődött. Nagyon kíváncsi vagyok rá, önök ehhez mit szólnak. Aztán a második téma felvetésem egy kicsit cseles. Azt ugyanis Fűrjes Balázs még az atlétikai világbajnokság idején mondta, de engem éppen azért érdekel ma, mert azóta napvilágot látott, hogy mit gondol Jakab Péter erről a társadalmi békéről, aki új pártot is létrehozott azért, hogy az Orbán rezsimet eltakarítsa az útból. Aztán Demszky Gábor is megjelent a színen, visszaidézve az SZDSZ régi szellemét azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kéne az Orbán rezsimet legyőzni. Karácsony Gergely pedig neki ment mindenkinek úgy, ahogy szokott, amiért veszve érzi a Budapest tehát illető beruházásokat, nem éri föl észre, hogy háború van a szomszédban, nem látja az energiaválságot, nem látja azt a súlyos gazdasági problémahalmazt, amit a háború és az infláció elszabadulása okozott. Ő a kormányt tartja hibásnak azért, hogy egy ígéretét sem teljesíti, amit a budapestieknek ígért, és akkor még nem is beszéltünk a tanév nyitó balhíról a Kossuth téren, ahol aztán elhangzott minden. Na szóval, mit gondolnak Fűrjes Balázs akkori kijelentéséről önök ma ezeknek a híreknek a tükrében? Aztán a hazai dollárbaloldal politikusai mellett hozzájuk közel álló megmondó emberek, celebek és mi egyebek szerint is ciki magyarnak lenni. Ez engem ahányszor elhangzik, annyiszor háborít föl. Most, hogy a Magyar Nemzet egy gyűjtést is közölt ezekből, most aztán végképp kiborult nálam a Bili. Kíváncsi vagyok rá, hogy önök hogyan látják. Meddig lehet szeretni például egy olyan színészt, aki ilyen bődletes marhaságokat állít. No, várom tehát önöket, László már itt is van a vonalban, hallgassuk meg legelőször őt. Halló, halló! Üdvözlöm, kedves Otto, és a kedves tévénézőket, rádióhallgatókat is. Rózsa László vagyok Újpestről. Nos, kezdeném ezzel a Fűrjes Balázs-féle dologgal, már csak azért is, mert az egyik olyan politikus volt, akiben az ember bízott és bízik, hogy esetleg a Tarlós úrnak az utódja lehet, aki ért a városvezetéshez, és hogy egyáltalán tudja azt, hogy mit jelent egy fővárost irányítani mindenféle szempontból. Úgyhogy én vele csak karonfogva tudnék menni, mert olyan politikusnak és olyan embernek tartom. Világos. Úgyhogy ezzel én mindenféleképpen egyet tudok érteni. Hát az, ami az atlétikai világbajnokságon volt, azt ragozni nem kell, mert az olyan fantasztikus volt, hogy ezt az egész világ elismerte, hogy amit itt Budapesten a szervezők, rendezők csináltak, és ahogy ezt a világbajnokságot levezették, és véghez vitték, az fantasztikus volt, és még ilyenre
az elmúlt időben sem volt. Egyetértünk Fűrés Balázsral, és akkor úgy tűnt, mint hogyha valamiféle béke teremtő funkció is lett volna az eseménynek, csak hát nagyon rövid ideig tart. Hát, amiket ugye ma látunk, ez szétzúzta. Igen. Ott ismerjük a baloldalt, tehát tudjuk, hogy ők ma igent mondanak, holnap nemet, ma fehér, holnap ugyanaz fekete, tehát náluk, hogy ez minden mindig változó, ezen nem csodálkozunk. Tehát világos. Az, hogy ők ezt a világbajnokságot úgy próbálták utólag elkönyvelni, hogy ez az ő csodálatos művük, az egyszerűen nevetséges. Bizony. Úgyhogy azt hiszem ezzel nem, különösebben minden józan ember, aki ezzel foglalkozott és hallgatta a híreket, illetve olvasta az újságban a erről való nyilatkozatokat, hogy miket mondtak, az mindegyik tisztában van vele, hogy amit most itt előállítottak a világbajnokság után, az mind hazugság. Tehát nekik világos, ehhez a világbajnoksághoz az ég adta világos semmi közük nincs. Egyébként a főpolgármesteri pozícióra visszatérve, ugye azért is vetődött föl valószínű önben is, mert hogy látszik, hogy a baloldalon beindult a mozgás. Nagyon-nagyon szeretnék, hogyha Budapestet megtarthatnák, mert ahogy Demszky írta, bizonyára látták önök is, a főpolgármestert ők úgy kezelik már a pozíciót, hogy az kihívója lehet Orbán Viktornak a 26-os választásokon majd, és az is látszik a jobb oldalon, vagy a Fidesz házatáján, hogy ők még nem döntötték el, hogy ki lesz a főpolgármester jelölt. Igen, ez tiszta és világos. Meg kell, hogy mondjam, hogy szégyen és gyalázat, hogy ez a Demszky Gábor, aki elég hosszú ideig volt Budapestnek a kirablója, hogy ez az ember még mindig szabadlából lehet. Nem tudom, hogy azzal a néhány száz millióval, milliárddal mondhatom, elszámoltak-e már, ami a négyes metró körüli botrányból kiderült, és azóta is arról úgy hallgatunk, mintha ilyesmi nem is történt volna. Azt a beruházás Demszky úgy kezeli, mint az ő életének a főműve, és azzal kürtöli tele a nyilvánosságot, hogy azt, amiről ön beszél, azt meg a Fidesz okozta. Igen, hát a főműve lehet Demszky úrnak, hiszen valószínű, hogy abból a pénzből sikerült azt a kroáciai kis települést, amit ott kialakított magának, megszereznie és fölépítenie. Úgyhogy nem tudom, hogyha arról kérnénk elszámolást, Demszky úr hogyan tudná azt mégis... Elévült, azt mondanák, elévült, ez a duma azon a tájékon, elévült. Hát igen, ezek a sok milliárdok már elévültek, én nagyon tisztában vagyok ezzel, ott csak az a helyzet, hogy én rettenetesen sajnálom, hogy ezek ilyen évületbe kerültek, mint ahogy minden olyan bűnügy, ami kiderült egyáltalán a baloldal részéről, ezek oly lassan, de oly lassan bizony, működnek és göngyörődnek föl, hogy gyakorlatilag lehet, hogy kihalnak, mire egyáltalán ebben az ügyben valami zárás történik. Minden tiszteletünk a független és tekintetes bíróságoké, de azért igen, ezzel kezdhetnének valamit, mert ez most már tényleg vérlázító, így van. Hát igen, jobb lenne, ha egy kicsit fölpörgetnék a dolgokat, mert azért az mégis vicces, hogy tényleg nem, még de ráadásul nem is 1-2 millióról beszélünk, hanem milliárdokról. És ezek a milliárdok tűnnek úgy el, hogy nyomtalanul. Tehát hát ön említést tett a Karácsonynak, ami kampányra kapott 500 milliárdjáról, amivel nem tud elszámolni, igen, és azóta kiderült, igen, hogy maga a fővárosi önkormányzat a Sorostól guruló dollárokból 1 milliárd forintnyival részesedett. Azt se tudjuk, hogy hova tűnt, hiszen állítólag csődben van a főváros. Én megint felvetném azt a témát, amit tegnap a Robertnél is felvetettem, hogy
Nem vagyok jogász, de ezeket a dolgokat most már tényleg a civil szervezetek, hogy nem csak a Sorosféle, hanem egyáltalán minden olyan civil szervezet, amelyik külföldről finanszírozott és a kőkeményen a politikával foglalkozik. Én tudomásom szerint az ilyen civil szervezetek a politikával nem foglalkozhatnak. Tehát törődhetnek azzal, hogy a szegényeken segítsünk, meg az iskoláztatás, hogy jobb legyen, meg minden ilyesmivel lehet foglalkozni, de nem pedig azzal, hogy hogyan tudjuk megbuktatni a törvényesen megválasztott magyar kormányt. Tehát én ezeket a civil szervezeteket mind, amelyik ilyennel foglalkozik, igenis azonnali hatállyal kitiltom az országból. Minden vagyonától elkobzom, és azonnali hatállyal kitiltom az országból. Nem tudom, hogy ez jogilag hogy rendezhető, vagy hogy nem, de hogy erre volna szükség, az abban biztos. Magánemberként, választópolgárként tökéletesen egyetértek önnel, s támogatom a felvetését, meg kellene ennek teremteni a jogi környezetét, ha nincs meg. Pontosan, igen. Tökéletesen igaz. Tehát én ez azért is vetettem újra föl, mert hát ha eljut tényleg az olyan jogászoknak a fülébe, legyen az akár világos, aki kodifikálni bárki, tudja. Így akik van, ezzel így van. Foglalkoznak. Világos, hát, jó lenne, ha foglalkoznának ezzel a témával. Világos. Úgyhogy ez mindenféleképpen kellene László, támogatni. Adjuk át a szót, jó? Mert mi azt hiszem, hogy egyetértésre jutottunk. Köszönöm szépen. És akkor Andrást kapcsoljuk. Haló. Jó napot kívánok, Gajdics úr, András vagyok. Parancsoljon. Üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket is. Mindegyik témához volna hozzászólni valóm, de előtte gyorsan megemlítenék egy-két dolgot. Az egyik dolog az, hogy a bevándorlással kapcsolatban, ugyebár a tévében mondják folyamatosan, hogy jönnek ide, stb., nem tudjuk, már tízes csoportjával meg minden, és nehéz őket visszatartani, el is hiszem különben, hogy valóban így van. Csak valamit kihagy a kormány, vagy a tájékoztatás az egész dologból, Horvátországban, Szlovéniában nincsen kerítés, vagy csak részben van, ha van is még egyáltalán. Valami probléma van itt nálunk ezzel a határvédelemmel, mert mindenki ide akar jönni. Hát sokkal egyszerűbb lenne nekik Ausztriába eljutni, ha Horvátországon átugranának, úgyis az a távolság, utána mennének Szlovéniába, mert ott kézzel-lábbal várják őket. A baloldali kormány lebontotta még azt is, ami volt eddig. Nem értem, hogy ez miért van így. Nem tudok teljes körű magyarázattal szolgálni, de azt tudom, hogy mentek arra is, csak ott sokkal rosszabbak a terepviszonyok. Sokkal nehezebb átkelni, mint az egyébként teljesen sík magyarországi határszakaszon. Értem. Hát néha nem ártana, hogyha ezt megemlítenék, mert az ember el van képedve, hogy mi tudunk csak ilyen rosszul védekezni. Vagy nem, mi nagyon jól védekezünk, most épp az a baja a szlovákoknak, hogy most arra felé mennek. Értem. Na mondom a következőt. Egy érdekes dolog, annyira veri a mellét a nyugat, hogy így kell segíteni az ukránoknak úgy. Én nagyon kíváncsi volnék, hogy azok a gyárak, amik adják nekik a fegyvereket, vajon non-profit szervezetként dolgoznak-e, vagy gyárakként, mert hogyha ők annyira lelkesednek ezért a dologért, hát akkor ne profittal, vagy minimális profittal csinálják, mert szerintem ott van egy ötszörös haszon is ezeken a fegyvergyártásokon. És akkor tulajdonképpen idézi elve, szivatják az ukránokat, mert marha drágán eladják nekik azokat a cuccokat, főleg a idén, mert úgy veszem észre, már minden elavult dolgot oda küldtek nekik, az emberek hullanak, mint a legyek, és egyszerűen pofátlanság, amit a Magyarországgal csinálnak, egyszerűen én kikérném magamnak nagyon csak erősen, és felszólítanám őket, hogy jó volna, hogyha non-profit szervezetként adnák el, nem úgy, hogy még a saját ukrán testvéreik is átvágják a szerencsétlen embereket és a kormányt. És akkor 3-4-5-szörös áron adnak el nekik cuccokat. Hát kérem, mindaddig jól teszik önben a Fidesz és Szijjártó úrét, hogy kikérik a helyzetet, és ne szavazzanak, nem csak hogy fegyverre, én segítse adnék addig egy fülét se, amíg el nem rendeznek mindent maga módján. Mert így könnyű a másikra dumálni, hogy itt sajnos, na különben ez a másik a
világbajnoksággal kapcsolatban. Addig, amíg Magyarországnak az egyharmad része rezsivel szenved, én viszont a Fidesz helyébe nem nagyon, annak lehet örülni, hogy szépen megcsinálta, de 330 milliárdot rááldozni ilyen dolgokra, lehet, hogy Budapestet szépítik, de ilyen alapon, ahol én lakok, ezt is lehetne szépíteni, meg sok más mindent. Tudom, hogy hírnév, de én a sporttal úgy vagyok, hogy mindenki, akit annyira lelkesedik érte, adjon bele pénzt. Akit meg nem zavarja, az fizessék meg annak megfelelően, mert itt a 110-120 ezer forintos létminimumot meg kéne adni az embereknek. Nem lehet olyanokra, nem szabad volna olyanokra küldeni, ahol mit tudom, Nigéria meg össze-vissza mindenkinek. Ez a másik. A következő, a harmadik dolog meg az, hogy például mondják sokan a tévébe, hogy hát nem tudják, hogy miért nem lehet megbüntetni a sok embert. Gyurcsányt meg se többi. Meg lehetne, hogy csak sajnos kiskapuk vannak hagyva, hogy miért ezen el lehet meditálni, a törvény nincs jól megalkotva. Ez a probléma sajnos, hogy nem ilyen törvényeket kellene csinálni, de én ezt nem mondom tovább, mert ez, ha végig viszem, az kicsit problémás lenne. Nem gondolnám, hogy problémás lenne, de nem mindenben van igaza. Régen volt már az a szituáció Magyarországon, hogy Kádár apánk megmondta, hogy mennyi a minimálbér, azt akkor mindenki annyit kapott. Egész egyszerűen vegye azt is figyelembe, hogy a fizetéseket nem a kormány osztja. A fizetéseket a kormány csak a közalkalmazottaknak, meg a közszolgáknak osztja. Mindenki másnak a fizetése nem függ a kormánytól. Ez nem egészen így van. De egészen így van. A garantált bérminimumot a kormány határozza meg. És hogyha én felemelem annak arányába a minimálbért? De akkor menjen ön el a tárgyalásokra a munkaadókkal, aztán győzze meg őket, hogy kétszer akkorára kéne emelni a minimálbért. Én meg tudom győzni, meg... Na, arra kíváncsi lennék, de sajnos nem itt fogjuk megtenni, mert letelt az időnk, úgyhogy szerintem ezen ne vitatkozzunk mi ketten. Csak árnyaltabban gondolkodjon erről. Én csak annyit akartam javasolni. Most viszont azt javaslom nézőinknek és hallgatóimnak is, hogy egy kicsit szusszanjunk, és hírek, reklámok, mi egyebek után innen fogjuk folytatni. Dühös. Falhoz vágna valamit. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával. Dühös. Falhoz vágna valamit. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával. Gajdics Ottóval. A televízió nézői is a műsorban, úgyhogy köszöntjük őket, innen kezdve most már teljes a létszám, tévé, internet, rádió, mindenki élvezheti az önök hozzászólásait, úgyhogy én nem is húznám az időt, csak annyival, hogy mutassuk meg a szavazást a tévénézőknek, hogy áll, 19% mondja azt, hogy telepítene napelemet, 81% pedig azt, hogy nem, úgyhogy romlott az arány, nő azok száma, akiknek ezt szébe sem jutna ilyet csinálni, gondolom azért, mert attól tartanak, hogy nem térülne meg, nem érné meg. Várjuk meg, hogy milyen döntést hoz végül is ebben az ügyben a kormány, és akkor majd visszatérünk erre a témára. Menjünk is akkor tovább. A vonalban van nekünk Marian, kapcsoljuk őt. Halló, halló! Jó napot kívánok, Gajdics úr! Marian vagyok. Tessék parancsolni! Először is az most beszélt hölgyet szeretném megdicsérni, és a versike meg különösen fantasztikus volt, és mindenben szinte egyetértek vele, amit mondott nagyjából, úgyhogy, és még egyet szeretnék az atlétikával kapcsolatban, a 4 óra előtt beszélő úriember szövege alapján, hogy sokan azt nem értik meg, hogy egyszerűen ahhoz, hogy több pénze legyen az embereknek, ahhoz befektetést kell végezni, olyat, ami hasznot hoz az országnak. Így van. Amiből tudunk nyugdíjat emelni, amiből tudunk több fizetést adni az embereknek. Versenyképesnek kell lenni ezeknek a befektetéseknek. Igen. Jó, rendben, és valóban egy fantasztikus, csodálatos élmény volt. Én 74 éves létemre
élveztem, életem egyik legnagyobb eseménye volt, hogy kin lehettem az egyik alkalommal, és azt a csodálatos élmény tényleg felejthetetlen, hogy mi mindenre vagyunk képesek, még ennyi támadás és bántás és mindenféle gonosz tettek ellenére, szóval tényleg a magyar a föld hátán is megél, azt hiszem, és hála a jó Istennek. És még egy dolgot tegyünk hozzá, Marian, hogy nem láttunk még szaldót, hogy mi a vége, mennyibe került, és mennyit hozott, ezt majd még várjuk meg, és utána érdemes erre visszatérni. Igen. Ezt próbálom én a mai fiataloknak, akik nyökögnek itt, hogy ezt csinálunk ahelyett, hogy osztogatnánk a pénzt. Köszönjük szépen, Megyesi elvtárs megtette, 50%-kal megemelte a pedagógusok bérét, majd kiürült a kassa. És utána ott álltunk, és vártuk arra, hogy megérkezzen a nyugdíj. Igen, bizony. Tehát, hogy ezt nem képesek a mai, és főleg a fiatalok, ugye a 30-40-esek, akik sajnos nagyjából a mi gyerekeink és a mi neveltjeink, akiket mi azért egy kicsit elkényeztettük, néha én is azt mondom, hogy nem kellett volna ennyi mindent a fenekük alá rakni, mert mi bizony nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy nekik ilyen életük legyen, és ez meg nem tetszik, mert még több kell. Jó. Tehát erről ennyit, aztán akkor nézzük a háborút, vagy nem is tudom, hát erre tényleg az előttem szóló hölgyel teljes mértékben egyetértek, hogy miért nem tud békén maradni a világ, és élni hagyni, és mennyivel szebb lenne az életünk, de hát vannak sajnos emberek, akik pénzért mindenre hajlandók, és én is azt mondom, hogy a jogi dolgokon is változtatni kellene, a törvényeken, mert egyszerűen amit művelnek ezek a civilnek mondott szervezetek, felháborító. Csak ugye azt még tegyük gyorsan hozzá, hogy az sem ilyen egyszerű, hogy ripsz-ropsz megváltoztatni a törvényeket, hiszen részesei vagyunk az Európai Uniónak, ott van egy jogharmonizációs folyamat, amiben részt kell vennünk, nem hozhatunk akármilyen törvényeket, úgyhogy nagyon fontos lesz a jövő évi választás, hogy ott is olyan politikai klíma alakuljon ki, ahol nem az őrületet díjazzák, hanem a józan ész által megfogalmazott dolgokat. Igen, és nekem itt, halló? Itt hallgatom, parancsolj. Ja, bocsánat, csak én nem hallottam közben önt, mert közben én látom a tévét, és látom, hogy ön beszél. Telefonon beszéljünk, igen, tehát parancsolj. Nem vagyunk, semmi gond, le van halkítva, csak láttam, és azért szóltam. A másik, ami még ezzel kapcsolatban nekem itt az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban egyre gyakrabban felvetődik, hogy tulajdonképpen a Szovjetunió felbomlásával ugyanaz történt, mint velünk Trianon. Csak ott nálunk nem volt hadsereg. Tehát nem volt semmi, mert nekem az egyre inkább az érzésem, hogy sose voltam orosz barát, nagyon sok probléma volt nekünk a családban, mindenütt, nem is akarok erről beszélni, a szocializmus alatt rengeteg szenvedés érte a családomat, de én most teljes mértékben úgy érzem, hogy a nyugat ugyanezt csinálta az oroszokkal, csak egy különbség van, hogy Oroszország egy óriási hatalmas ország, rettenetes nagy létszámú lakossággal, tehát mi picik voltunk abban, ugye 20-ban, 19-ben, 20-ban gyakorlatilag, és hát nem volt hadsereg. De több politikus szó szerint kimondta az Egyesült Államokban, és sőt, vannak európai követőik is, hogy egész egyszerűen Putyint meg kell buktatni, igen. Oroszországot abba a helyzetbe kell hozni, hogy essen szét darabokra, soha eszébe ne jusson semmiféle birodalmi, nagyhatalmi álom, törekvés, csak azt felejtik el, hogy az maga a káosz, egy ekkora területen lévő országba pedig káoszt okozni, hát szerintem nem normálisak, már csak azért sem, mert az egyik legnagyobb atomarzenállal rendelkező országról beszélünk. Igen, pontosan erről beszélünk, meg hát az új fegyverek, ugye, amiket most azt mondják, hogy készenlétben állnak, ugyan még bevetésre nem, de megvannak, amivel nem is tudom hány ezer kilométerekre képesek lőni. Hát köszönöm szépen, elég volt nekünk a csernobili atomreaktornak a fölrobbanása, és mennyi betegség következett belőle, ugye, és most ha bevetik az atomfegyvereket, mi történik? Hát Amerika persze messze van, de mi itt vagyunk a közvetlen.
Bizony. Tehát egy borzasztó állapot, úgyhogy erről nem is akarok, mert tényleg ez napokat is elvenne erről beszélni. És hát végén a legutolsó dolog, hogy akinek nem tetszik Magyarország, megmondta Ferenc testvér, el lehet menni. Így, és ő hát mondta, nem mi mondtuk. Nem mi mondtuk, Ferenc testvér hallottuk, ő mondta először, el lehet menni, menjen ahova akar, ha sokkal jobb neki, Hollandiában, Németországban, Belgiumban, akárhol. Parancsoljon, semmi akadálya, bárki mehet Igen. innen a csodába. Igen. Mert a nagy celebek meg a művész urak is, hát mondom vénségemre, én azért nagyon sok jó színészt láttam, ha egyszerűen most nem tudnék mondani 5 embert, akire azt mondanám, hogy egy tehetséges színművész. Lehet, hogy megsértek nagyon sokakat, de egyszerűen egy tragédia. De hát, ha leszűkítjük azokra, akiknek a legnagyobb a szája azzal kapcsolatban, hogy mi agymosottak vagyunk, nyomorult, semmit nem érő emberek, se iskolánk, se fogunk, Igen. se eszünk, na akkor ők között te már teljesen megáll az ön állítása, hogy jó lenne, ha először tükörbe néznének, aztán úgy elgondolkodnának azon, hogy vajon beleillenek-e abba a sorba, amit mi művésznek nevezünk. Hát például és a másik valóban, sem az iskolában, sem a kultúra, olyan színház, ahol játszanak azt, amit akarnak, oda az megy, aki azt meg akarja nézni, de más előadásba, ha lehet. Ne vigyenek bele, hogy nem azért megyek oda megnézni akármelyik opera darabot, vagy egy színházi előadást, hogy azt teljesen átírják, modernizálják, és belekerülnek olyan figurák, félpucéran szaladgáló emberek, aminek, vagy ne adj Isten, mesztelenre vetköző, amire semmi köze Világos. Ennek az egész operának, hanem csak az ember áll és bámul, hogy most ez ugyan miért került ebbe a darabba, mi ennek a jelentősége? Ami a legfontosabb az, hogy nem lenne szabad, sőt, durvábban fogalmazok, tilos az üzenetét, az alapgondolatát átalakítani, és mai Igen. politikai kérdésé tenni egy-egy műnek. Ez egyszerűen nonsens, és rengetegszer Igen. csinálják ezt, ebben önnek igaza van. Sajnos, úgyhogy már... Halló? Igen, itt vagyok, csak megint de ne a tévét hallottam. Nézze, hanem beszélgessünk nem, a telefonon. Nem, hallottam önt. Nem hát, de nem mondtam semmit, vártam, hogy ön folytassa. Oké, rendben, kedves Otto. No, akkor búcsúzzunk is el, jó? Adjuk át a szót Richardnak. Nagyon szépen köszönöm Mariannak, hogy hívott bennünket, de itt van Richard. Halló. Parancsoljon, Richard. Köszönöm mindenkit. Peszkov úrnak a nyilatkozata, elég érdekes, amit tett. Na most jól van tudni, hogy ez a 444 nevű országnak a országnak nem nevezném, mert ugye ezt mi oroszok adtuk nekik annak idején, még a Lenin bolsevistáját kapta meg ezt hogy Ukrajna. Igen, nincs is, hogy orosz, hogy Ukrajna egy külön ország. Az el sem ismert el a határait neki, tehát nincs itt miről beszélni. 32 ország megtámadta Oroszországot, jelen álláspont szerint. Felfegyverezte, folyamatosan felfegyverzik ezeket a terroristákat. Azért, hogy az ártatlan lakosságot lemészárolják. Oroszország csupán azt akarja visszavenni, ami a jogos tulajdona. Mint például nekünk Erdély, vagy a Kárpátalja. Majd ragozhatnánk ezt tovább is, természetesen. Jó lenne az, hogyha befejeznék ezt, mert jelenleg a nyugat generálja ezt az egészet, ők adnak nekik fegyvert, ők adnak nekik urántöltetű robbanószereket, különböző zsoldosok vesznek részt a háborúba, az amerikai hadsereg kiképzett tisztjei, elitkommandósok gyakorlatilag. Csak hát sajnos arra lett a világ, hogy könnyű rámondani azt, hogy zsoldos. Az Unió és Amerika nem adna pénzt, illetve nem adna fegyvert, ez a háború abban a pillanatban véget érne. Ebben teljesen igazából.
kérem szépen egyértelmű. Oroszország nem agresszor, a saját területét veszi vissza. Ő megteheti, mi nem tehetjük meg, sajnálatos módon, mert mi sajnos egy kis ország lettünk Trianon óta. Úgyhogy... Igen, de hát az az álláspontom, hogy nem mindent kell megtenni, amit megtehetünk. Tehát ez az öldöklés mindenképpen értelmetlen, és ezt nem lett volna szabad. Ezt ott kéne letisztázni, azoknak kellene letisztázni egy asztalnak, így van, így van. Így teljesen egyetértünk, így van. Ha normális emberek vezetnék, az természetesen nem is lenne gond. Például a brit király hallgat, pedig mindenhova meghívják. Soha nem hallottunk egyetlen egy nyilatkozatát se neki. Neki Erdélyben van is egy település, egy magyarokat a település, ahova folyamatosan átjár. Édesanyja halála után, második Erzsébet halála után is ott volt egy, azt hiszem egy hónapig vagy két hétig. De minden esetre azért döbbenetes ez, hogy mindenki elismeri, hogy hibáztak, és mégsem kapjuk vissza területeinket. Oroszország felkínált a Kárpátalját, de nem tudtuk elfogadni, nem fogadhattuk el, mert sajnálatos módon ugye tudjuk a nyugatnak, mi lett volna az azonnali. Igen, de hát felszokták vetni, hogy és akkor mi van Koszovóval, azt meg miért lehetett? Drága látos nyugat, azt miért nem, hogy engedte a nyugat, ki erőltette? Miért lehetett Magyarország tekintetében, pedig miért rettegnek annyira? Bizony. Ez az bizony, a mi országunk, az a mi területünk az, hogyha fejtetőre állnak és úgy ugrálnak, úgy ordítanak, akkor is amilyen. Tőlünk vették el, hozzánk tartozik. Ez olyan, mint egy testnek a karja, vagy a lába, vagy a feje, vagy a szíve. Az akkor is amilyen. De az a minimum lenne, hogy az ott élő magyar butaságot beszélek, nemzettestvéreink jogait ne csorbítsák, és ne alázzák őket, és engedjék őket magyarul tanulni, és ne tegyenek ukrán embert az iskolájuk élére, és sorolhatnánk az atrocitásokat. Ne tegyen. És az az egészben a szomorú, hogy a művelnek mondott Európai Unió nyugati vezetői, erről mind hallgat. Szóval, mint ami sem történne. De természetesen abban a pillanatban ordítanak, sivalkodnak, ugatnak, ha itt Magyarország kormánya valamit tenni akar, vagy tesz tevőlegesen is, legyen az bármi, ezeken a saját bölgyünkön gyakorlatilag is a saját népünk, mert ők is magyarok, hát a népünk, a népközösségünk, hát nem nemzetközösségnek, nem a népnek, hát a magyar nép, hát lehet népközösségnek is nevezni, nemzetközösségnek is, ez értelemszerű, ez ugye saját magától adja. Szóval minden esetre elég szomorú ez. A másik része az, én annak örülnék, én megmondom önnek az őszintességet, hogyha a magyar baloldalnak mondott liberális elit is végre felemelné ez véget a hangját. Hm. És azt mondanák, hogy hát ez bizony már pedig ez így van, és már pedig kiállunk a jogaikért, és már pedig nem megyünk be az Európai Unió ülésére, vagy az ülésén elkezdünk tiltakozni közösen. Nem láttam még őket közösen tiltakozni, nem láttam még a magyar zászlót kihúzni, és közölni velük azt, hogy tőlünk bizony ezt elvettétek, adjátok vissza, majd azután mondjátok meg nekünk, hogy mit tegyünk, és mit ne tegyünk. Ez nem történt meg sajnálatos módon. Azért merik ezt megtenni. Nézze, nem mi vagyunk Európa szégyene, hanem ők. Mi Európához tartoztunk világéletbe. István király óta gyakorlatilag. Nekünk a római pápa adott annak idején, ezt ne felejts el, és egyetlen egy se koronát. Akkor. Igen. Erről megfeledkezett mindenki. Szóval a magyarok lehetnek liberálisok, lehet baloldal, nincs ezzel semmi gond, meg probléma, hangsúlyozom ennek. Hogyha egyformán kiállnánk az érdekeinkért, és az érdekeink így nem tudnának csorbulni. Világos. Sajnálatos módon, ha nyugaton ezt másképpen látják, szóval az ő saját szájuk íze szerint akarják. A másik, amit akartam még kérdezni öntől, hogy az Egyesült Államokban átjön egy képviselő, egy demokrata képviselő, egy szenátor.
mondja meg nekem azt, hogy annyiba se vesznek bennünket, hogy azt mondják, hogy jó napot kívánok, vagy a magyar kormánya kapcsolatosan, vagy üdvözlöm önöket, vagy hanem menjenek a nagykövetségre, meghívják a baloldalt, megtartják az eligazítást, és akkor azt szerint lesznek a dolgok, ahogy ők ezt elképzelték. Ezt meg lehetett csinálni Kolumbiába, meg lehetett csinálni az afrikai országokba, meg lehetett csinálni bárhol a világon, Mexikóba, Paraguayba, mindenhol megtették ezt annak idején. Önnek nem kell ezt különösen bemutatni. Idáig süllyedtünk? Hát ők azt hiszik, hogy igen. Ők azt hiszik, hogy igen. Idáig süllyedtünk, hogy átjönnek, hogy hogyan kell megbuktatni a magyar kormányt. Hogyan kell átvenni a rendszert, hogyan kell a hatalmat elvenni végleg, és fenntartani ezt a rendszert. Amit ők akarnak. Fölfoghatjuk úgy is, hogy ők jutottak idáig, hogy ennyire képesek. De hogy nem lesz ebből semmi, az világosan látszik. Tehát az eddigi próbálkozásaik, amikről nem tudtunk ilyen nyilvánosan, mint ahogy most már látjuk és tudjuk, azok is mind dugába dőltek, így még nehezebb lesz, hogy mindenki tudja, hogy mit művelnek. Sem sabb egyértelmű, hát ez a magyar nép az nem volt bolond ember soha, nem bolond emberek. Ugyan lenéznek bennünket. Hát ez az, itt kezdődik. Egyet elfelejtenek, hogy a mi tudósaink adtak neki atomfegyvert. A mi tudósaink fejlesztették a Covid ellen a vakcinát. Bizony. A mi tudósaink adtak nekik mindent. Azért hívnak ők bennünket marstakónak, mert jobban értünk, mint ők. Ő nekik érdekes módon... Naiman János év van, úgyhogy... Nem volt egy éres József, érdekes módon. Bizony. Itt az valány éves nép. Úgyhogy nem, hogy nem ciki, hanem igenis legyünk nagyon büszkék arra, hogy magyarok vagyunk. Ugye így, annak mind a vegyes felvágottak, nára úgy jól. Semmi gond, Riárd, nagyon szépen köszönöm, hogy hívott bennünket. Azt javaslom, hogy adjuk át most már vagy Zoltánnak a szót, mert megint csak egyetértésre jutottunk. Zoltán viszont feszülten várja, hogy ő szólasson. Parancsoljon, Zoltán! Tiszteletem, kedves Otto. Én mind az elsővel kezdeném, a Danilo-féle kijelentésével, hogy elkezdődött a világháború. Az az igazság, hogy én úgy értem, hogy ebben van egy kis igazság. Abban, hogy hadrendbe állították ezt, hogy olyan 72-nek hívott interkontinentális balisztikus rakétát, ami több mint 10 robbanó fej célba juttatására is alkalmas. Én ezt megmondom őszintén, én egy kicsit parázok. Ez már nagyon tényleg arra hajlottik, hogy az oroszok azok már igencsak készülődnek arra, hogy itt valami lesz. Nem véletlenül állították volna az ember ezt a Isten csapásra, mert ez egy borzasztó. Én emlékszek, mi géppisztolyra fogásra, mi voltam katona, sajnos lőnöm is kellett géppisztolya, hát ez borzasztó lenne. Nekem már mindegy, mert én nem voltam most mint egy 20 éves, hanem azt, hogy nekem van két szép gyönyörű kis unokám, tetszik tudni. Van egy gyönyörű nenem, van egy nagyon aranyos fiam. Én őket féltem. Én nekem már mindegyén kifelé megyek. De hogyha ez kitör, ez a harmadik világháború, mi lesz ezekkel a gyerekekkel? Én ez, amitől nagyon rettegek, és én úgy látom, hogy nagyon rettenetesen közel állunk ez a háborúhoz. Én nekem erről ez a véleményem. Ebben teljesen egyetértünk, hiszen már régóta itt lebeg a levegőben, hogy ha bármelyik NATO tagország például támadás éri, akkor a NATO alapszabálya törvényei szerint akkor azonnal össze kell fognunk, és meg kell védeni, és akkor egy pillanat alatt hadba kerülünk Oroszországgal. Így van, ha akarunk, ha nem, de inkább így. Akkor már bele is modródni. Hiába nem akarja a miniszterelnökünk azt, hogy mi nekerüljünk támogatóba, de ez elkezdődik, akkor ha akarja, szegény van, nem, bele fogunk is modródni, mert ez a NATO egyetlen szerint ez nekünk kötelesség. Ez így van. Szerencsére jogászok fölvilágosítottak arról, hogy azért előtte össze kell ülni és megbeszélni, hogy akkor hogyan és miként kell a védekezésben, a közös védekezésben részt venni, úgyhogy nem jelent ez egyből háborúskodást, szerencsére.
hogy nem akarok itt pánikot kelteni, meg rémi terjeszteni, de ezt, hogy telepítettek ezt, azt mondja, jól emlékszem, Sátán kettőnek hívják ezt a rakétát. Ez már ugyancsak arra. Igen, de az csak válasz volt arra, hogy számolatlanul most már, és tényleg a legpusztítóbb fegyvereket viszik oda Amerikából, Európai Uniós országokból Ukrajna területére, olyan fegyvereket is, amelyeket a saját törvénykezésük, törvényozásuk betiltott. Mert olyan veszélyesek a civil lakosságra is például. Lásd kazettás. Így van, ezt akartam mondani. Belettek tűzbe a kazettás bombát, mégis használják. Mind a két fél használja. Holott egyezmény tiltja az, hogy ezeket be lehessen vetni. Tehát itt már igazán a nemzeti jog, a nemzetközi jognak itt már én sajnos úgy látom, hogy nem sok csepregetni valója van. Ha ez valamelyik marha világon rápülőkör egy gombra, akkor nekünk annyi. Ezért kellene minél hamarabb abba hagyni. Ezért kellene minél nagyobb erővel támogatni a magyar miniszterelnök javaslatát. Azonnali tűzszünet, és üljenek le a felek, és beszéljék meg a békefeltételét. Más esély nincs. Hát igen, de ez az ostoba baloldal, ez nem mondhatja azt, hogy nem, mert hát onnan kapják a fizetést, onnan kapják a pénzt. Ők nem mondhatják, nem állhatnak át Orbán Viktor oldalára, ahol tudják, hogy igaza van neki, de nem állhatnak át, mert akkor nem kapnak pénzt, akkor őnek akkor vége. Erről nekem sajnos ez a vélemény. Én megértem ön teljesen, mert hogy ezt mutatja a jelenlegi kép, de én azért adok egy esélyt annak is, amit az előző telefonálók valamelyike mondott, hogy azért más országokban nincs ez így, hogy ilyen alapvető kérdésekben teljesen szembe megy a egyik oldal a másikkal. Tehát például az Európai Unióban az kuriózum, amit a magyar baloldal művel saját hazája, saját népe ellen. Ilyet sehol nem csinálnak. Hát igen, azért kellett volna, itt egy kicsit egy régi bűnre utalnák vissza, azért kellett volna annak idején kezdődnek abban, amikor a Gyurcsány az emberek közé lövetett, azt valahogy azt a terrorcselekményt, azt szankcionálni kellett volna. Véleményem szerint, de úgy elsiklottunk fölötte, mintha mi sem történt volna, és ez a szerencsétlen ember mai napig ott ül a parlamentben, és lázít, és uszít, és tehetetlen gyűlöletében nem tud más csinálni. Világos. No, magyarokat tudja. Az a bajom, hogy el kell búcsúznunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott, és mindezt elmondta nekünk, mert nagyon hasznos volt, viszont hallgassuk meg a Radar műsorvezetőjét, hogy mivel készültek mára. Haló! Szia, Otto, köszöntöm Önöket. Szia. Szó lesz arról, hogy drónokkal is ellenőrzi a NAV a dohánytermést a földeken, ugyanis a dohánypiac megtisztítása a cél. Előfordul, hogy egy regisztrált termesztő trükközni akar, és a nyers dohány egy részét a fekete piacra akarja eladni. Az elmúlt években több gazdálkodót is eljárás alá vont a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Van, aki ellen már vádat is emelt az ügyészség, és akár 6 év börtönt is kaphat. Az igen. Aztán bemutatunk egy emberfeletti teljesítményt. Ott voltunk a magyar Forrest Gump Guinness rekord kísérleténél, amely során Piringer László 120 nap alatt a 120. félmaratonját futotta. Aztán szó lesz arról is, hogy úgy fest, hogy egy mesterséges intelligencia ezen túl megfejti a babasírás okát, hiszen egy 15 éves palesztin lány a napokban egy telefonos applikációt fejlesztett ki, ami segíthet rájönni, hogy milyen ok bújik meg a kisgyermekek könnyei mögött. Valamint természetesen ezután is összefoglaljuk majd a háború legfontosabb eseményeit. Ha tehetjük, akkor tartsanak velünk. Nagyon szépen köszönjük, és ugye meg kellene néznünk, hogy hogyan alakult a szavazás, zárjuk le gyorsan. A 20%-a a válaszolóknak igennel válaszolta arra a kérdésre, hogy tervezze a közeljövőben napelemet telepíteni, 80% pedig azt mondja, hogy ő bizony nem. Most a 20%-ot megértem teljesen, mert hogyha az ember számol és megkérdezi azokat, akiknek van jelen pillanatban is napelemük, és megvárjuk, hogy egyébként a kormány milyen elszámolást hoz
a törvény hatája alá hamarosan, akkor szerintem még mindig meg fogja érni, és még mindig, ha nem is 10 év alatt, mint ahogy eredendően volt a szándék, de úgy 15 év alatt szerintem meg fog térülni, mert már az nagyon jó, hogy nappal például nem kerül majd semmibe az elektromos áram. Úgyhogy sajnos nagyon elszaladt az időnk, úgyhogy búcsúzom a televízió nézőitől. A rádióhallgatókat viszont arra kérem, hogy maradjanak velünk, hiszen hírek, reklámok, és folytatódik a Paláver, most már a Hír FM hullámhosszain. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Paláver. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával.